Derűs lesz ez. Sziasztok! Szia mindenkinek! Szia! Uha, jó elősz. Én még most eszek ma. Éhes vónék. Köszi. Köszönöm. €2000 kilója a karfiolnak, meg a brokkolinak, gyerekek. Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Sziasztok! Már 11:30. Már éreztem, hogy éhes vagyok. Szia Cicús, köszi! Szia Olga, köszönöm! Szia Rita! Már otthon is vagy, Rita? Hazamentél? Munkából. Sziasztok! Igen, a mai világban vegetáriusnak se éri meg lenni. Nem éri meg. 2000 forint a karfiol a piacon, meg a brokkolinak kilója 2000 forint. Csinálok rakott karfiolt, meg rakott brokkolit, és nem tudtam eldönteni, hogy rakott karfiolt csináljak, vagy rakott brokkolit. Így vegyesen csinálom, vegyesen lesz. Karfiol brokkolival vegyesen, ezt csinálom meg rakottasan. Voltam hétfőn Halmaugrán Gyöngyös Patán. Azt akartad írni? Nagyon rossz az út. Rossz szám. Arra nagyon rossz. De amúgy mindenfele. Jaj, még ott vagy a munkahelyem? Jó van. Azt hittem, hogy hamarabb hazamentél. Én lecsót csináltam. Jó, Mónika, egészségetekre. Az ágyért ma megyünk el. Tegnap nem hoztuk haza az ágyat, csak elmentünk megnézni az ágyat. Személykocsi van. Elmentünk megnézni. Mondom, szétnézünk Pesten, ha lesz valahol fain ágy, akkor megvesszük. Vagyis, hogy megrendelem, vagy valami. Na, ma megyünk érte, vissza van készleten, meg az a memória habos matrac. Olyat választottam bele, mivel külön van az ágykeret, meg külön van a matrac is. Úgyhogy szétfasz, külön árulják őket, így agyba kerül a matrac, mint az ágykeret. Úgyhogy... Sziasztok! Jaj, köszönöm szépen, Katalin, köszönöm! Mivel eszem? Marha csípős szósza. Csak simán csípős szósza leszem, meg egzotikus szósza. Ananászos szósza. Sziasztok! Szia, Cicús! Szia, megyek boldva! Szia! Most fogok főzni. Most fő a karfiol, meg a brokkoli. Most kezdek el főzni. Nagyon drága minden. Nagyon. Köszönöm, Ivett, viszont kívánom. Szép napot mindenkinek. Igen. Hajnal 5 van. Jó, hogy én is éhes vagyok, csak nálam hajnal 5 van. Az fajn. Beteg vagy? Na, mi a baj, Barbara? Meg vagy fázva? Végre látom most az élődet. Na most végre igen akkor ezek szerint. Köszönöm, Szanda. Köszönöm. Ja, szia, Tündi! Köszi szépen! Felveszem ezt is, hogy hogy csinálom. Besamel mártást teszek rá. Besamel mártással csinálom most a rakott karfiolt, rakott brokkolit, vegyese, ahogy mondtam az előbb. Szeretem a brokkolit is, szeretem a karfiolt is. Na, azt akkor így vegyesen lesz. Jó, itt fágyatom a hortobágyi húsos. Ú, de finom az is, a hortobágyi húsos pali. Sziasztok! Ha beszélni kéne este, hát hívjál fel, Rita! Miért nem hívol fel? Most virsli teszek. Sziasztok!
Tegnap csináltam a csirke melles receptet, nagyon finom lett. Na, örülök neki. Egészségetekre. Hát hívjál fel, Rita, nem hívsz fel, akkor nem tudunk beszélni. A videóidból tanulok főzni, örülök neki. Mindegy, mikor hívsz, Rita? Nálunk van a telefon, ezt felvesszük. Akkor hívom, mikor akarsz. Azt sem tudom, mikor leszünk itthon. Nem tudom. Hozok egy kalam. Mindegy, hol vagyok. A telefon nálam van. Sziasztok! Szia! Délre kell vérvételre mennem. Jó, azt nem ehetsz addig. El is hiszem. Jaj, már én is olyan éhes voltam, alig vártam, hogy hazaérjek. Ok. Na, azért mondom, Rita, akkor hívol, amikor akarsz. Nem csak akkor vesszük fel a telefont, mikor itthon vagyunk. Sziasztok! Szia mindenkinek! Nagyon sok a botox. Nem baj, hát még mennyi lesz? Szeretem a botox. A botoxból soha nem elég. Jaj, de imádok, imádom az összes videót, szuper. Ha ennyire tudja, hogy sok a botox, és milyen jó röggen szeme van. Olyan radar szemed van, drágám. Puszilak, Elena. Hát most nem, hát de. Na, én megyek is, mert folyik a nyálam is. Puszi, szia, babám. Szia, Enikő. Sziasztok, most, ha úgy nézzük, minden nélkül is szép vagy, szép lennél alapos, látszik. Szóval, jaj, köszönöm szépen, drágám, köszönöm. Nincs botoxom. Hol van rajtam botox? Honnan veszitek, hogy van az arcomon botox? Mi nálunk fagyasztott pizza lesz, jaj. Beteszitek a sütőbe, hirtelen, gyorsban. Na, sokkal szebb lennél botox nélkül. De nekem így sokkal jó. Nekem így jobb, hogy fel vagyok botoxolva. Szóval annyira szeretem a videót, annyira pozitív a kisugázásod, és ez nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm, Adrián, puszillag. Az öreg, hogy ő már hogy beszólt, aztán azt sem tudja, mi az a botox. Szerintem se tudja, nem. Na, feltettem főni a karolábét, meg a karfiót, így vegyesen. Olyan kedves arcod van, és nagyon szép beszéded, meg imádom. Köszönöm szépen, drágám, puszilla. Lehet gáz, de mi az a botox? A botox az az, amikor injekcióval ilyen anyagot töltenek fel, bele az arcba, meg oda, ahol ránc van, oda, ahol simítani szeretnéd, főleg a mimikai ráncokat, és akkor a mimikai ráncokba bele nyomják a botoxot, és akkor ahol mondjuk szokták tenni homlokra, szokták tenni ide így, amikor így nevetünk, így ide, szokták tenni ide a szem köré, és akkor az arcat úgymond idéglenesen lefagyasztja. És akkor nem mozog a szemöldök, nem bírod felhúzni a... Nem tudod ráncolni a homlokodat, nem tudod ráncolni a szádat, nem tudod ráncolni a szemedet, hanem csak ilyen szobor arcad van, és amikor nevetsz is így nevet, igen, ideg, méreg, és azt avval szokták lezsibbasztani az arcukat, hogy ne legyenek mimikai ráncok. Érted? Igen, már 77. A szette. Az ilyen már 77 együttel. Csak alávettem a trikót, mert kicsit így felcsúszik a gyereka. Itt is itt van a jelzés benne, ez. Mert itt. Kopogó. És akkor a húzott neki itt is.
Hello, drágám, sukár is vagy, meg csinos is. Köszönöm szépen, babám. Puszillak a mandám. Hogyha eszek egy kis csípőset, vagy erősen, folyik a nyálam, folyik az orrom, folyik minden. Sziasztok, szia babám, puszillak tündikém. Csinos vagy, drágám, jaj, köszönöm, köszönöm Odett. De bírlak, én is titeket. Csinos vagy, meg sukár is, köszönöm, drágáim. Olyan aranyos vagy, és kedves vagy. Hát azért jövök fel, de hozzátok, mert ti is azok vagytok. De tényleg, ezt tudjátok, hogy szeretek itt veletek tracsolni. Akkor az idő megy, a kaja leég. Tudjátok, mint a múltkor is. Éppen, hogy megmentettem, annyira tracsoltam veletek. Ma is nagyon szép vagy. Köszönöm szépen. Milyen lux, az nem tudom milyen, babám, a luxuris terméket kipróbáltad. Azt nem tudom milyen. Szia, gyönyörű vagy a hajadnak, meg a szemednek. Párja nincs. Köszönöm, édeseim. Sziasztok! Szia, Évám! Szia! Puszilag. Virslitettem. Köszönöm a rózsát, Évám, puszi. Addig, amíg kifő a karfiol, meg kifőzöm a rizst, én úgy szoktam a karfiolt, meg a rizst előfőzöm. Tudjátok, de a darált húsit azt már nem. De felteszem a TikTokra, és besamel mártást fogok rátenni. Besamel mártással lesz leöntve ez a rakott brokkoli. Puszilunk, puszildikó. Én is puszilat titeket. Te vagy a kedvencem. Nagyon szépen köszönöm, drágám. Szépség. Botox fájdalmas. Nem tudom, hogy fáj-e, vagy fájdalmas-e, mert én nem csináltattam botoxot. Csinálj, léci, drágám, valami nap marha gulyáslevest és pörköltöt. Jó ötlet. Rendben. Amúgy is akarnám már valami marha húst. Na. Hirtelen jól laktam. Ennyi volt. Nagyon kedves és jó lelkű nő vagy. Köszönöm, édesem, köszönöm, Marikám. Mekkora a hajad? Farig, farig. Leengedve farizom. Csak most be van fonva. A szád van. Igen, a szám van feltöltve, felszívódó hialuron savval. Ez hialuron sav, ami a számban van, és ez felszívódik egy idő után, ez is. Ez nem szilikon, direkt hialuronsavat tetettem bele, hogyha mégis úgy van ez a dolog, akkor felszívódik. De viszont nekem tetszik, háromszor töltettem fel hialuronsavval a számat, a mujómat, az igaz, ennyi. Ez szerint, de nekem ez így sokkal szebb, nekem jobb, így, hogy feltöltettem. Tetszett, ahogy a csajoknak fel van töltve a szájuk, megtetszett, hogy olyan szépen kenik rá azt a matrúst, tetszett, ahogy teszik rá azt a szép szájfényt. Amúgy se volt vékony szám, itt ezt erősítettük meg a kupidó, meg tettünk ide alulra, meg még így ide két oldalra, ennyi. De ezt háromszor csináltattam meg, úgyhogy 3 milliliter volt benne, de az első rögtön kiment amúgy az első hét alatt, a szervezetem felszívta rögtön a hialuronsavat, rögtön. A második is benne volt már egy darabig, az már benne maradt, ez a harmadik, ez még bírja, nem tudom, hogy tetessek-e még bele, töltessek-e utána. És mennyiért csinálták? 1 milliliter hialuronsav, 1 milli, 92 000. Ja, te nézel úgy ki, mint a nagymamám fiatalom. De jó, tényleg? Ennyi, gyerekek. Nem ketchup. Ez az az erős marha, marha erős szósz. Nagyon erős. Azért tettem hozzá egy kis ananászos hengst. Exotikus, ananászos. Ananász van benne, meg alma. Meg édes csili. A másik, meg az a marha erős. Nekem meg, mint az anyukám, úgy nézel ki, már nincs detto. Jaj, drágám, örülök neki, hogy ezt írod amúgy.
92 000, igen. Hány éves vagy? 42. Annyira szép vagy. Köszönöm szépen. Hát már decemberben 43 leszek, úgyhogy már a 42 már jó volt, túl vagyok. Most október, 2 hónap múlva, bő 2 hónap múlva 43. Na jó, még nem vagyok decemberben, még nem vagyunk. Igen, van gyerek, van 2, meg van unokám is. 3 éves unokám van. 35. Jaj, köszönöm szépen, Vanikám, puszilla. Azt hittem 25. 25? Jaj, az erős túlzás. De köszönöm szépen, 42. Igen, az igen, max 30-nak néztelek volna. Köszönöm a perkém. Jaj, Bellám, köszönöm. Tényleg azt hittem, hogy 25. Azt a... Hát jó lenne amúgy, vagy nem tudom, nem biztos. Így is jó amúgy. Na, mit főzöl? Rakott karfiolt brokkolival. Lesz benne karfiol is, meg brokkoli is. Hát, beadhatod, hogy 32 vagy. Mindig, mert mondom, sose szoktam letagadni, de azért köszönöm szépen, ezek nekem amúgy nagyon jól esnek. Ez a legszebb kor amúgy. Nagyon szerettem ezt a 40-eset, mikor megkezdtem, hogy 40, 41, 42, ez az igazi. Tényleg amúgy jól mondják, hogy a 40-es, 40-től az ember tényleg még jobban az, ami akar lenni, amit te szeretnél. Nem bánsz már, nem érdekel semmi. Ki mit mond, ki hogy beszél, ki néz meg, hogy néz rád. Annyira el tudod engedni a negatív dolgokat, annyira nem foglalkozol az ég adta világon semmivel, meg annyira át tudod látni, hogy ki milyen ember, meg ki mit akar, meg ki milyen alattomos, meg ki milyen rossz, meg kinek, akiknek nagyon-nagyon rossz a kisugárzásuk, azokat olyan szépen el tudod hanyagolni, olyan szépen el tudod engedni egy rossz szó, egy csúnya szó nélkül, és ez a legjobb, hogy nem vitázni kell vele, meg csúnyán beszélni, hanem csak menj, engedd el, el tudod engedni úgy, hogy nem járatod le magad, hanem sőt, te emelkedsz felül rajta, és akkor csak így lesz, hogy ez meg mi? Érted? Nem érti. Volt benne részem, hát el is hiszem, szép is vagy, nagy forma is. Köszönöm szépen, Angelikám, puszilla. És ráncaid hol vannak? Gyönyörű. Ja, láncom! Itt van, itthon van. Láncot gondoltad? Vagy láncaim? Ráncaim? Láncaim? Nem értem. Hogy most láncaim, vagy a ráncaim? Sziasztok, imádlak, okos vagy, és csinos, jó asszony vagy, puszi. A láncaim itthon. A kezed meg, hát aranyat ér. Jaj, Eveli, nem, puszilag, drágám. Nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm, drágáim. No. Úgyhogy Besamel mártásosan fogom megcsinálni ezt a rakottat. Szia, mit teszel? Virsli tettem, de már jól laktam. Sziasztok, üdvözöllek Romániából. Szia, szia Anitám. Puszi neked. Sziasztok, szia Nikoletta, nektek is. Gyorsan megjártam a Tesco-t, kimentem a Gyöngyösi piacra, de amikor megláttam, hogy 1998 forint kilója a karfiolnak, hogy mi? Mióta lett 1998 forint a karfiol? Meg a brokkoli. Köszönöm szépen. Jó van, vettem vegyesen. Nagyon ügyes vagy, köszönöm. Mennyi vizet iszol meg egy nap? Sokat. Egész nap a vizet iszom, de kívánom is valahogy a vizet. Szia, Laura!
Jaj. Itt vagyok, telefonálta. Nagyon erős. Még ettem közbe belőle. Megtörlöm a kamerát, összefogdostam. Mondom. Én ne lettem volna. Hogy voltok, kanyaranyós a Meli olyan kedvesen beszélget. Köszönöm szépen, drágám, Nettim. Tanultam anyutól is főzni, mindig néztük, mit csinál, főz, süt a konyhába. Ott voltunk vele gyereknek végig. Nézegettük, mit csinál egész nap, főleg a nyári szünetekbe. Úgyhogy, ja. Na, látjátok, gyerekek, már fel is főtt. Jaj, meg a rizsnek a vize is felfőtt. Nagyon jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Úgyhogy veszem is tovább fel a csokcsokra. Bekövettelek, Meli. Puszile szépen, Netti, mi a szakmád, körmözök. Ja, olyan szép körmös lámpát vettem. Mindjárt megmutatom, utána megyek. Jaj, ez fel van bontva. Megmutatom mindjárt a körmös lámpát. Na, kifőzöm a rizst is. Hát én így szemre szoktam csinálni mindent. Kb. Ennyi. Ennyi rizst. Már ez lehet, hogy sok is lesz. Nem baj. Na. Na, nagyon örülök, hogy elkaptam az élőt. De én is nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Megmutatom nektek. Köszönöm szépen a rózsát, édesem. Mikor mesélsz, hogy ismerted meg a Falkót? Hát, hogy ismertem meg a Falkót? A Facebookon. Itt a Facebookon elkezdtünk írni, írogattunk egy pár napig, aztán találkoztunk egyszer, találkoztunk kétszer. Azt hiszem, hogy harmadjára is találkoztunk. Na mindegy, utána már ide jöttem, azóta itt vagyok. Na akkor a víz fogyaszt vagy hízlal? A víz! Hát a víz az fontos. Szerintem a víz az fogyaszt. Fogyaszt, simán. A vizet meg amúgy is inni kell. Jót tesz a bőrnek, hajnak, körömnek. Mindennek. Nagyon szép vagy. Köszönöm szépen, babáim. Nézzétek csak, milyen lámpát vettem. Ez az új körmös lámpám. Ez érintős, érintős. Nem gomb. Ezek nem gombok, hanem érintő. Anasztázia, én olyan 3 liter vizet simán megiszok egy nap. 3 litert. De nekem az elegendő. Úgyhogy ez ilyen kis lámpám, de én, érintős, érintő képernyős, itt megy a számláló, ha bekapcsolom. Úgyhogy ez példaképpen vagy. Puszidak, édesem, nagyon örülök neki, hogy tetszik az, amit csinálok, meg tetszik neked az, amilyen vagyok. Nagyon-nagyon örülök neki. Én nagyon sokat iszok, pajzsmirigyem van. Ó, sajnos. Sajnos, édesem, biztos szedel rá gyógyszert. Porcellánnal csinálod. Porcellánnal is szoktam csinálni körmöt, meg szoktam... Zselével is. Porcellánval is és zselével is. Igazi csajos lámpa. Ilyen a körmöm most. Most ilyen körmöt csináltam magamnak. De ez tip zselé, ez a köröm. Tippes zselés. Várjátok, ilyen, megmutatom bekapcsolva. Tehát ha benyomod az, hogy itt, hogy 90, akkor átvált 90. Beteszed a kezed, és akkor szépen megy a lámpa. És akkor számol vissza. Egy kis digitále lámpusz, és akkor kép, ilyen érintő. Így kell érintgetni, csak így. 120. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen kis érintős. Szép kis csajsz is. Illik hozzám kis sukárszentusi lámpa.
Na, megnézem már azt a brokkolit, de jó, mennyiért csinálod a körmöket? 5500. Nem 1500. 5500. Tegnap voltunk az Ázsia Centerben. Hát mindegy, mit vettél, milyen kis műtyűrt, milyen kis valami kis darabot. 1500. Még mindig 1500, mondom, minden 1500. Hát 1500, jaj, nem. Úgy imádlak, puszillag, drágám. Na csajok, fel kell vennem ezt, felveszem a TikTok. Felveszem a TikTok videót, felrakom nektek ezt a besemeles, karfiolós, brokkolis rakottast, begyújtom a sütőt, a Falkó jön haza nem soká a munkából, és megyünk az ágyért. Elhozzuk Pestről az ágyat, és addig meg akarok főzni, mert nem akarok még azzal killódni, mikor hazajövök, kezdjek el majd még itt neki sütkérezni brokkolikat, meg karfiolokat, amikor csak le akarunk majd ülni, ott eszünk, ott jó van. Eszünk, iszunk, tosulunk, tévézünk, lefekszünk az ágyba, és akkor nézegetjük a jó finom Netflixet. Ennyi idős leszek, lemérem felé, leszek ilyen szép és ilyen értékes nő. Jaj, Anasztáziám, hát az vagy, mindjárt minden nő szép, minden nőnek megvan az ereje ahhoz. Hát minden nőnek megvan, a nők a legerősebbek, a nők szülnek, a nők gyereket nevelnek, a nőknek nagyon sok dolguk van. Jó, a férfiaknak is, mert ők keresik a pénzt, sok nő elmegy, dolgozni, úgy elmegy dolgozni, hogy közben kicsije van, gyerekeket nevelnek, meg még mennek esti műszakba, meg nappali műszakba, meg többféle műszakba dolgoznak, és akkor is, érted, tudják a dolgukat elvégezni, nem az van, hogy feladják, meg ilyenek, értitek? Azért mondom, hogy egy nő se becsülje magát alá, senkit ne nézzen többnek, se kevesebbnek, mert figyelj, emberek vagyunk, egyformák vagyunk, minden ember téved, minden ember cselekszik jót, szokott rosszat, attól függ, hogy miért, megbánja-e vagy nem, bocsánatot is lehet kérni, értitek? Ha ezeket az emberek nem tudják így kezelni, akkor mondjuk a sorstól visszakapják a jót is, tudjátok, meg a rosszat is, ez ugyanoda visszajátszik, azért mondom, hogy senki nem különb a másiktól. Értitek? Egyformán értékesek vagyunk, egyformán tudjuk azt, mint a másik. Tudjuk, csak akarni kell. Így van, igaz? De aranyos vagy. De mindenki egyforma tudna lenni, úgy, hogy jó értelemben mondom. Így van, minden nő szép és ügyes. Csak kinek mekkora akarata van hozzá? Meg tudnál csinálni, mindenki meg tudja azt csinálni, mint a másik. Csak megteszi-e? Kell hozzá az akarat, értitek? Meg kell mozdulni. Annyira kedves, hogy is imádlak. Én arra mondom, hogy nem kell magát, senkinek se önmagát lenézni, mert annál rosszabb nincs, hogyha elkezded mondani, jaj, én nem vagyok olyan, jaj, nekem nem sikerül, jaj, én hol tudnánk én úgy olyat csinálni, vagy én hol tudnék én úgy kinézni. Ilyeneket nem kell mondani, nem szabad. Nem szabad, mert akkor nem is fogsz, mert eleve ezt mondod, hogy nem is bízol magadba, érted? Azt mondta, hogy tudom, sikerül, megcsinálom, én is olyan vagyok, az enyém is ugyanúgy, még sőt, jobban néz ki. Értitek? Kedves vagy, szép, csinos, és a kisugárzásod is az. Köszönöm szépen, nagyon, nagyon köszönöm mindenkinek. De kell mindenhez önbizalom. Hát ezt magyarázom, hogy ne lehúzd magad, ne azt mondd, hogy te nem tudod, hanem mondd azt, hogy tudod. Te vagy. Nem tud helyetted senki se semmit se megcsinálni. Ha te nem csinálod meg, más nem fogja. Ha te előre akarsz haladni, vagy valamit el akarsz érni, azt neked szívességből senki sem teszi meg, hogy te most előrébb jussál. Azt amúgy sem. Ha valaki segítene is benne, utána neked kell folytatnod, de azt is ki kell érdemelned, hogy valaki segítsen. Mert olyan embernek kell lenned, hogy te ezt megkapjad. Igaz? De szép a szemed, tetszik. Köszönöm szépen, babám. Legyél sokszor, legyen ilyen live. Úgy
felemel. Azért mondom, lesznek, Anasztáziám, lesznek ilyen live-ok. Sokszor szoktam live-ozni, de vissza tudod nézni. Ha én itt leírom neked, hát, ha még nem követsz a YouTube-on, leírom. Ezeket a TikTokos live-okat, amit most itt láttok, ezeket direkt felteszem a YouTube-ra. Azért teszem fel a YouTube-ra, hogy vissza tudjátok ezeket nézni ott. Mert aki mondjuk lemarad róla, ezekről, ha mondjuk valaki lemarad, akkor ott vissza tudja simán nézni, hogy mit főztünk, miről beszélgettünk, mit mutattam, mi az a hasznos dolog, amit látnatok kell, akár miről legyen unblock így szó, vagy ha kérdeztek valamit, és én megmutatom nektek, és mondjuk valaki nincs fent, pedig megszerette volna nézni, akkor az a YouTube-on ugyanígy visszanézi. Mindjárt írom, macám, neked is leírom, és akkor ott van fent minden faim videó, mindent vissza tudtok nézni. Mert én itt a TikTokon ezeket, az élőket, én vissza tudom nézni. Sőt, le tudom tölteni, és amikor ezeket én letöltöm, akkor vissza felteszem a YouTube-ra. Én TikTokról YouTube-ra rakom ezeket a live-okat. Hasznos tanács, pont erre volt szükségem, köszönöm. Puszilak, Anna Máriám. Köszönöm szépen, nagyon szívesen. Tokom, imádom. Igen. Hallottok? Tessék. Szép vagy, precíz, kedvellek. Köszönöm szépen, drágám. Örülök neki, hogy itt vagytok. Örülök, hogy mindnyájan itt vagytok. Férjettel mióta vagytok együtt? Már negyedik éve, október 12-én lesz 4 éve, hogy én itt vagyok. Úgy összebútoroztunk, összecuccoztunk. Oké, szerintem az megpuhult, a rizs is frankó, ezzel a telefonnal fogom feltenni a TikTokra, felrakom ezt a besamel, mártásos, karfiolos brokkolis rakottast. Remélem, hogy sokan megnézitek, sokan kipróbáljátok, tudok ezzel is segíteni nektek. Egy jó kis ebéd ötlet, ebédre, vacsira is össze lehet rittyenteni egy ilyet. Mindig nézlek, sokat tanulok tőled. Nagyon örülök neki, macám, azért teszem fel ezeket a videókat, hogy adjak én is nektek ötletet, segítsek nektek. Amikor felteszek egy TikTokos főzős videót például, ti is annyi tanácsot adtok nekem, odaírtok a videóm alá, hogy mit ti hogy szoktátok, ti mit tesztek még bele abba az adott ételbe, ami alá kommenteltek, és akkor én is kipróbálom, én is megcsinálom, megtetszik az ötletetek, nagyon kreatívak vagytok, nagyon sokat szoktatok nekem segíteni, amikor írjátok a kommentet, és akkor odaírjátok, Melcsi, ezt is próbált ki. Ja, igen, Melinda, finom így, ha megpirítod a hagymát, és úgy teszed rá a rakott krumplira, ha megpirítod a hagymát, úgy még finomabb. Na, ez egy nagyon szuper ötlet, szerintem is sokkal finomabb úgy, ha a hagyma meg van pirítva. És ezt is ti írtátok oda nekem alá. Az ember mindig tanul, tanulunk egymástól. Ez az élet rendje, ennek így kell működnie. Sziasztok, szia mindenkinek! Ja, én már úgy főzök, mint te, vagyis próbálkozom, azóta, mióta úgy csinálom, párom imádja. Jaj, Anasztáziám, nagyon-nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. És annak is nagyon örülök, hogy megtetszett neked az, ahogy én főzök, ahogy én készítem az ételeket, és akkor tudom nektek adni az ihletet, az inspirációt, és tetszik nektek, és ízlik, tudtam segíteni vele. Örülök neki. Úristen, azok az ételek, imádom nézni. Szia, még sosem írtam neked, nagyon szimpatikus vagy, kellemes. Igen, tényleg, angyali, ahogy beszélsz. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és írjál nyugodtan kommenteket. Ide nekem a live-ba is, meg a videók alá is, ha van ötleted, vagy ha csak simán tetszik, és írd oda, hogy tetszik, ki fogom próbálni, én annak nagyon-nagyon örülök. Szoktál inni bort? Igen, szoktam inni bort, szoktam inni rozzét, szoktam inni fehér bort, mert szoktam inni ilyen violapesgőt. Nagyon gyorsan megmutatom. Aztán rakom fel nektek ezt a besamel leszcuccos. Egy ilyenem még telibe van. Meg van fehér is, meg rozé is. Így kaja után egy-két korcs, egy ilyen másfél deci nem rossz ötlet. Én is nagyon szeretem. Az biztos, hogy jól főzölsz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
Le kell szűrnem a rizst, leszűröm a brokkolit, leszűröm a karfiolt, és ezt a receptet mindjárt fel is töltöm nektek egy olyan óra, egy óra hossza múlva, felteszem nektek ezt a receptet, és remélem, hogy sokan írtok oda nekem, kinek hogy tetszik, és ki, hogy mit szokott még beletenni, vagy ti, hogy csináljátok. Hát, hogyha én is kedvet kapok rá, és akkor legközelebb én meg úgy csinálom meg. Kipróbálom a ti verziótokat. Angéla nénébb kedvenc a viola. Igen, Angéla hozott is nekem. Amúgy azt ő hozta, vagy azt megittuk, még hoztunk még a három vagy két üveggel. Hát igen, violáztunk. Megint nagyon pacek lett a körmöd mellé. Köszönöm szépen, drágám, ez tippes, tippes zselé. Tudjátok, magamnak feltippezem, és utána meg felépítem zselével. Az ételekhez szoktál bort adni. Van, amelyikhez teszek, a marha pörkölthöz is teszek bort, de van, amikor a birka pörkölt alá is teszek egy nagyon picikét, egy pici kis kortyot, vörösbort. Hát el vagyok ájulva, rendesen mosolygok, ahogy beszélsz, annyira őszinte vagy. Nagyon-nagyon örülök neki, drágám. Puszillag. Nagyon-nagyon-nagyon szép napotok legyen. Legyetek kedvesek, boldogok, aranyosak mindig mindenkivel, mert ti is azok vagytok, és ezt fogjátok visszakapni. Én leszek az első, aki megveszi a recept könyvet, remélem lesz. Ámen. Legyen úgy. Kezet rá. Képzeld, tavaly elment az ízlésem és a szaglásom. Tényleg azóta nem tudom a hagymát megenni. Hú, a Covid miatt, igaz? Amikor én is benne voltam a Covid-ba, én se éreztem se erőset, se csípőset, se savanyút, se sósat, semmit. Nagyon rossz volt, de hál' Istennek visszajött nekem. Hát van, akinek két év után jön vissza. Szoktam nézni a videóit, köszönjük szépen a jó ötleteket. Nagyon-nagyon szívesen, Ildikóm. Jó töltött káposzta recept. Van fent, azt hiszem, hogy a YouTube-on, vagy itt a TikTokon már töltött káposztát csináltam. Töltött káposzta receptem már van fent. YouTube LM Melinda, ott vissza tudjátok nézni, vagy pedig itt a TikTokon így pörgessétek már vissza a videóimat, mert töltött káposzta videó van fent. Csináltam töltött káposztát. Vagy a YouTube-ra tettem fel szerintem. Sziasztok! Szia! Szia, Katám! Puszillag, drágám! Szia, édesem, még sose ettem olyan ételt, amiben van bor. Már, ja igen, hát hogy ne? A marha pörkölt alá például kell bor. Mindenképpen rakjatok hozzá egy kis bort. Mondom, a birka pörkölt alá is szoktam tenni vörös bort. Így van. Igen, így van. Jövök, gyerekek, nem soká vissza, most már tényleg meg nem kell, mert szétfőít, mint nekem minden. Lássátok, ha leülök live-ozni, akkor a kajának gatya. Sziasztok! Majd ezt is felrakom nektek, és nézzétek meg, jó? Legyetek jók! Puszi!